Ha sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, és elérkezett egy újabb Power Play játékmód. A mai nap folyamán nem másban fogunk játszani, mint konkrétan Lone Star-ban, a Close Call nevezetű pályán. Tudjátok jó, hogy a Lone Star sem annyira csipázom, nem a kedvenc játékmódom, viszont van egy karakter, akit nagyon szeretek oda vinni, és szerintem már ki is találhatjátok, hogy kit fogok. Bizony! Leont fogom vinni, hiszen nagyon kedvelem, ezzel a Star Power az Invizi Hill-lel baromi jó, itt hillelődni, el is tudsz tűnni, szóval duplán jól lehet használni, hiszen így lehet, hogy nem is halsz meg, illetve jól tudsz vadászni ezzel a karakterrel, úgyhogy amikor játszottam általában ezen a pályán, akkor valamilyen szinten jól sikerültek ezek a Lone Star-ok, néha volt olyan, hogy nem, úgyhogy meglátjuk, hogy most hogy fog menni, remélem, hogy lesz legalább vagy kettő jó mérkőzésünk, ahol egy ilyen top 4-et el tudunk érni, és egy harmadik, ami pedig hát igazából mindegy, hogy milyen lenne, de nyilván az lenne a legkirályabb, hogyha most 3 win tudnánk hozni, viszont előtte még be fogjuk gyűjteni gyorsban itt a shopban a napi ingyenes ajánlatunkat, ami 100 coin, de azt hiszem, hogy egyébként 50 powerpointot kaptatok, csak nekem már ugye mindegyik karakter megvan fullosan, úgyhogy én így ehelyett coin kaptam 100-at, ugyanúgy, mint valamelyik nap. Na, de ugorjunk is bele, srácok, a mérkőzésbe, küldjétek a pozitív energiát, dobjátok a hatalmas lájkot, hogyha szeretnétek azt, hogy még majd legyen power play. És hát, ahogyan láthattátok, ugye a mai nap folyamán rengeteg, de rengeteg power play-es videó ment ki, hiszen be kellett hoznom a lemaradásomat, mert rengeteget nem láttatok már, és hát most az update-tel kapcsolatosan ugye nagyon sok info volt, és azért voltak ezek egy kicsit mellőzve ezek a dolgok, viszont megpróbálok most a játékra figyelni, srácok, hiszen erre kell nekünk, arra, hogy esetleg találjunk olyan játékosokat, akik lovasak, vagy pedig mi meg tudjuk őket ölni, de az is elegendő lenne, hogyha a szuperüket fel tudnánk tölteni, aj de jó lett volna, ha éppen meghalt volna az a karakter, jaj, de jó lett volna, le tudtuk volna szedni. Na nézzük, most ők elkezdenek harcolni, és be tudunk utána szállni bele abba a fightba, mindjárt meglátjuk, hogy a Spike az bejön-e az arcunkba, bizony, hogy bejön, és a szuperüket használva már tudunk is menni rá. Gyere, ne! A Brock éppenséggel, hogy lenyírta. Ha nem nyírta volna ki konkrétan, és a füvet se nyírta volna le, akkor meg tudtuk volna ölni éppenséggel azt az ellenfelünket. Nézzük, hogy a szuperünk feltöltődik-e. Feltöltődött bizony, jól lehet már menni vadászni. Gyerünk, nem tudja, és ezért megpusztul bizony. Hát ezért kell jönni Leonnal, srácok. Ezért kell ezen a pályán jönni Leonnal bizony. Hiszen így ki lehet mindenkit is nyírni. Azt a mindenét, és valószínűleg észrevett minket, hogy ott vagyunk, úgyhogy vissza kellett húznom gyorsban, azt a mindenét. Hát ezt nem gondoltam volna, ilyen jó killeket tudunk szerezni. Lehet, hogy mozogni kellene, de szerintem jó ez a spot, és jól tudunk itt szétnézni, különböző ellenfelekre rálesni, és be tudunk csatlakozni egy-kettő fightba, úgyhogy ezt kellene tennünk most is, hát ha esetleg elkezdenének varázni ránk, hiszen rengeteg, de rengeteg csillagom van, amit el szeretnének vinni, szerintem jó sokan, úgyhogy remélhetőleg ezt fogják tenni. Gyerünk, baby, ez az megvan! Megvan! Be fog-e púlolni? Jaj, pont ő neki kellett annyi csillag, hogy jobb helyezést érjen el. Hát rengeteg csillagunk van, srácok, el kell nyomni a szuperünket azonnal, ahogy tudjuk. Úristen, mennyi kill történik ott! Nagyon nem jó, hiszen így akár jobb pozícióba is tudnak kerülni többen is. Nézzük, hogyan megmaradunk-e top 4-ben, megmaradunk top 3! Nem top 4-re, hanem top 3-ra lehoztuk, ami sokkal jobb. De ez a mérkőzés, a kellett volna első hely is, hogy sokkal inkább bevállaljuk ezeket a szituációkat. Viszont én nem panaszkodom. 30 pontot kaptunk ezért a top 3-ért is, ami iszonyatosan király. Ez az, baby. Bemelegítő mérkőzés, és ilyen jól sikerült. Hát srácok, ezért. Bizony, ezért szoktam behozni Leont. Ha esetleg valaki nem tudná, hogy melyik karakter a legjobb szinte ezen a pályán, most demonstráltuk. Egyébként amúgy nagyon jó, ugyanúgy Piper is, de látjátok, hogy miért olyan király. Konkrétan ezt kell csinálni, be kell bújni egy ilyen kis buszba, és akkor megvárod az ellenfelet, az a bi-bi-bi-bi-bi, dir-dur. És lehet, hogy most is sokszor használtam azt a szót, amit ugye valamelyik nap, tegnapi nap folyamán kiraktam, hogy abban a videóban is rengetegszer használtam, úgyhogy próbálok oda figyelni. Néha van ilyen szóbeidegződés, és akkor csak azt a szót használom folyamatosan. Régen is volt ilyen, nagyon oda kell figyelni, hogy egy szóra ne kattanjak rá, mert néha előfordul lesz, hogy rákattanok egy szóra, és a figyelmen kívül rengetegszer használom. Na, szóval kacok, ugrunk a következő mérkőzésben, megpróbálunk sokkal jobb pozíciót elérni, vagy legalább egy ugyanolyan, mint az, ami az előzőleg sikerült, és megpróbálunk benne maradni.
Azt hittem, hogy mind a kettőt én tudtam megszerezni, már majdnem elhittem. Már majdnem elhittem, hogy mi enyém lett az összes skill. De jó lett volna. Mindegy, ha a szuperünket fel tudjuk tölteni, már azzal is jól jár. Az mi? Nem játszunk ilyet. Bizony, hogy nem játszunk. Elnyomjuk gyorsban a szuperünket, és azt a koltot, aki itt AFK-zik szinte, azt kinyírjuk. Hát ingyen kill, ez a beszéd. Hoppá, ez nem jó. Fel kéne vinni a szuperünket, és hílelődünk, és most már nem nagyon tud mit csinálni ellenünk, sőt, még ki is tudunk jönni az ellenfélre. Benéztük. Sajnos nem tudok így rányomni annyi damage-et, amennyit szerettem volna, hiszen ahhoz közel kellett volna kerülni hozzá, és akkor lehetett volna ilyeneket csinálni. De jó döntés volt az! Nagyon jó döntés volt az a szuper, csak teljesen félrelőtt ő, és ahogyan én is. Szóval így valamennyire benéztem én is ezt a dolgot. Nézzük, hogy ki tudjuk-e végezni. Rá fog menni a Shelly, ő valószínűleg ezt lehozza azt a killt, de utána tudunk támadni. Ha azt a Piper vagy Penny-t rá tudnánk menni és ki tudnánk nyírni, az is nagyon jó lenne most ebben a helyzetben. És a szupermet használva gyönyörű volt ez konkrétan, skacog, gyönyörű volt. És a Coltot azt ki fogjuk nyírni. A Coltot kinyírjuk! Ez az sikerült! Sikerült, top 2-ben vagyunk benne. És hát az a probléma, hogy minket is kinyírt a Kyle, úgyhogy őre kell figyelni, mert valószínűleg neki is most már rengeteg pontja van, rengeteg csillagot tudod beszedni, és ráadásként még van ugye egy másik, úristen, egy másik Leon is itt. Nézzük, hogyan le fogja szedni. Jól csinálja az a Shelly, folyamatosan védekezik. Ügyes a fiú, és az a baj, hogy az a Leon az ránk támadott, és kiszedte hamarabb, mint mi azt a Shellyt. Viszont top 2 szituáció megvan, Jézusom már beszéli, meg nem tud a fiú, viszont ott a top 2, és ha kinyírtuk volna még ezt a Leont, akkor fix, hogy ugrottunk volna az első helyre. Harmadik hely, második hely, skacok. Jöhet az első hely? Azt mondjátok, jöhet az első hely ezután? Hát meglátjuk, hogy fog sikerülni, viszont 34 pontot kaptunk! Yes! Tök jól megy ez a Lone Star. Tök jól megy most ez a season! Nem hiszem el. Nagyon jó, hát erről beszéltem, hogy legyen két ilyen jó mérkőzésünk, és ugye mondtam nektek, hogy a harmadik akkor lényegében mindegy, hogy milyen lenne, de most már azt mondom, hogy próbáljuk meg ezt is lehozni legalább egy olyan jóra, mint az eddigi meccsek voltak, tehát egy top 3-at, a top 4 is amúgy baromi jó ugyanúgy. A lényeg az, hogy legyen killünk, legyen pontszámunk, és akkor már valamilyen jó pozíciót el tudunk érni, szóval remélhetőleg így fog ez történni, össze tudjuk hozni, küldjétek srácok a pozitív energiákat, mert eddig úgy néz ki, hogy bejött az, amit itt nyomtatok nekünk. Azt a mindenit. Hát ezt nem akarom elhinni. Hogy most ez ennyire jól megy. Nem mennék sose ilyen jól szerintem a Lone Star. És nagyon látszik az, hogy itt baromi jó ez a karakter. Jézus, atya úristen. Iszonyatosan király. Annyi a lényeg, hogy ugye a szuperünket azt folyamatosan fel tudjuk tölteni, és akkor utána már ejhaj. Easy onnantól kezdve. Na, enyém lett. Hát nem gondoltam volna, hogy ezt ott sikerül belopni. De beloptam volna azt is ott. Nem akar lekopni, nézzétek már. Jaj, de sikerült kinyírni! Kaptunk legalább pontot, oké, hogy ő is kapott, de nekünk így legalább még több lett, és az sokkal többet ér, mint az, hogy neki valamennyi lett, hiszen így ugye attól függetlenül nem kerül be a top listába, mindjárt csekkolunk egy-két helyet, elnyomtuk ugye a szuperünket, amit nem láttak, hogy elnyomtuk. Megnézzük, hogy valaki fog-e ide közelíteni, hiszen biztos, hogy jönnek majd errefele. Lehet, hogy kimozdulunk mégiscsak, hát ha valahol tudunk vadászni. Nagyon kellene itt a játék elején, és úgy néz ki, hogy ugye rengetegen vannak itt, akik vadásznak. Nagyon jó volt, kellett ez. Nyomjuk is a szuperünket elfele, amivel most le tudnánk vadászni a Leont, és sikerül is, és top 1 szituációban vagyunk. Hát így kell ezt nyomni, ott van, azt nem mi hoztuk le. A Nita szedte ki, hogyan? How? Csak ennyit kérdezek, hogy hogyan, fiam? Hogyan csináltad ezt? De jó, amikor felmegy a szuperem és hílelődök. Olyan erős vagyok, és azt is levadáztam, azt a rózát, és eddig első helyjá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 j
bi levadászom, levadászom a Pipe Piper-t. Akkor nem. Akkor nem vadásszuk le, viszont kinyírtak minket, de ott az első hely, amiről beszéltem. Nem azt mondtam, hogy harmadik, második, első hely?
Hát így kell szépen javítani, és kacok. Mindenkinek ilyen mérkőzéseket kívánok. Hát ilyen mérkőzéseket kívánok, ilyen jó meccseket. Hú! Mi van így? Lassan a kedvenc játékmódom lesz ez a Lone Star? Hát erre nem számítottam, hogy ez most egy ilyen nap lesz. Hogy ilyen meccseket fogunk tudni nyomni. Hát ez mi? Hát ez mi? És még 6 nap van hátra. Azt a mindenit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon hogy állunk. Aha. 16. hely? That's not bad, I guess. That's very not bad. Úristen. És itt van Legend alattam. Csúszi bajnokai. Oh yes. Oh yes, bizony. Jaj, srácok, de jól ment ez. Jaj, de jól ment. Hát írjátok le komment szekció, hogy nektek hogyan sikerült ez a season eddigiekben, és ez a power play, hogy ment nektek, hiszen én nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog nekem sikerülni, de ha szeretnétek azt, hogy legyen a jövőben még ugyanúgy power play-es videó minden napról, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot, egy hatalmas feliratkozást, srácok. Remélem azért, hogy tetszik nektek az, hogy ennyi tartalom van. Na, hát találkozunk a következőben, legyetek jók, sziasztok!